Kedves televízió nézők, hölgyeim és uraim, nagyon nagy szeretettel köszöntjük Önöket a Hangvilla című magazin műsorunkban, és ahogy megszokhatták, sok-sok zene, illetőleg érdekes beszélgetések itt a Fehérvár Televízió csatornáján, és nyilvánvalóan a vendégek egy kicsit, mintha mindig visszatérő jelleggel érkeznének hozzánk. Nem véletlen, hiszen a Gorzium Művészeti Szakgimnázium kiváló zenész tanárai, kiváló tanárai azok, akikkel beszélgetünk. Orsovay Renét köszöntöm újfent ebben a műsorban. Azért mondom, hogy újfent, mert hogy beszélgettünk mi már nem is olyan régen, körülbelül egy hónappal ezelőtt, másfél hónappal ezelőtt. És akkor még készültünk, ha úgy tetszik, akkor készülöttünk a nyárra, készülöttünk tulajdonképpen a szezonra, amivel kapcsolatosan igen, azért fel kell, hogy sziszenjünk, hiszen mindannyian érezzük, tudjuk, hogy hát nem úgy sikerült ez a szezon, most már múlt időben kell, hogy beszélgessünk. René, hogy érzed, milyen volt ez a nyár, bár én adáson kívül ugye kérdeztelek erről, és hát mondtad, hogy volt már jobb is. Hát igen, nyilván nem így készültünk még évelején, ahogy aztán lett ez a dolog. Az az igazság, hogy mindent megtettünk mind a három formációval, ahol, amiben benne vagyok, hogy ne hagyjuk a közönségünket semmiféle, nem tudom, platform nélkül, vagy a platformokon elérhető tartalmak nélkül. Mi csináltunk klippeket, írtunk zenéket, nyilván azokat a koncerteket megtartottuk, amiket meg lehetett, vagy elmentünk. Beleadtunk azokon a koncerteken mindent, ami tőlünk telt, hiszen rengeteg energiagyűlöm lesz fel így a hónapok alatt. Úgyhogy mi már nagyon várjuk, hogy visszatérjen minden a régi kerékvágásba, mert ez a nyár ez nem volt az igazi. De egyébként rengeteg sok szeretetet kaptunk, meg támogatást, meg mindent a kis közönségünktől, úgyhogy abszolút kárpótoltak minket, csak hát nyilván ezt nehéz kárpótolni. Az nagyon bájos, amikor azt mondod, hogy kis közönség, és a beszélgetésünk előtt pedig arról beszélgettünk éppen, hogy majdnem 24 millióan nézték meg a melyik dalodat? A Mostantól, Terász Gergővel. Na most azért, tehát ez nem kis közönség, tehát azt tegyük mellé azonnal. Erősen korlátoz benneteket akkor így az 500 főig megtartható rendezvények kérdése, hiszen ha mentek akár a Gergővel, akár a Nenével, bármere, ott azért 500 embernél több mozdul meg. Hát igen, szoktak azért többen lenni egyébként Denizzel, főleg az ilyen nagy fesztiválokon, amikor ilyen jó esti időpontban játszunk, akkor azért ott megfordul több ezer is talán. Nyilván más, de egyébként én ugyanúgy eléklem 10 embernek is ugyanazt a műsort, mint mondjuk 5000-nek vagy 10000-nek. Csak hát nyilván a feeling más, meg sokkal több impulzus ér egy koncerten, amikor rengetegen vannak, meg sokkal több, amikor 20-an, de hogy attól mi ugyanazt nyújtjuk, úgyhogy... Azt hiszem, az előadó művész akkor igazán, én úgy fogalmazom meg, hogy nagy sztár, vagy komoly előadó, amikor úgy, ahogy mondott, 10 embernek és ugyanazt a produkciót ugyanolyan színvonalon le tudja adni, ugyanazzal a lelkesedéssel és tűzzel. Nálad ezzel sosem volt gond, szerintem most sem hiszem, hogy ezzel probléma lesz. Tele vagy energiával, nem is tudom, melyik műsorban emlegettem ezt, talán még a Próbaterem című magazin műsorban, amikor beszélgettünk, hogy óriási energiákat mozgatsz meg, és most így ebben a beszélgetésben is ezt tapasztalom. Augusztus vége fele vagyunk, ugye szeptemberrel már de nehéz az iskolatáska felkiáltással, hát megnyitja gyakorlatilag kapuit, ajtóit, a teremajtókat a Gorzium Művészeti Szakgimnázium is, ahol te magad oktatod az énekes növendégeket. René, hogy készülsz te a szezonra, illetőleg hát ugye az iskola szezonra, hogy nehogy összekeverjük, illetve milyen jó tanácsokat tudsz mondani így a TV képernyőn keresztül például a tanítványaidnak, mire készüljenek, és most nem fenyegetjük őket. Sok egyesre. Én nagyon várom már a szeptembert, mert most osztályfőnök néni is leszek. És osztályfőnök leszel? Igen. Úgyhogy ez nagyon izgalmas dolog. A papírmunká részét annyira nem várom, de maga a közösségépítés oldala az nagyon tetszeni fog a dolognak szerintem. Úgyhogy várom már az új énekeseket, hogy kik lesznek a suliban. Igazából én úgy készülök, mint eddig, amikor valami mondjuk a nyáron eszembe jut, hogy ezt majd mondanom kell szeptemberben, akkor nem tudom, amikor elkezdek tanítani, akkor azt így feljegyzem magamnak, és akkor azokat előhozom. De egyébként most az a probléma, hogy én nagyon szerettem volna egy olyat csinálni a nyáron, hogy a diákjaimat elvinni egy-egy koncertre, és akár egy-egy számra felhívni a színpadra, hogy megtapasztalják, hogy milyen egy ilyen színpadon énekelni, milyen a hangtechnika, hogy kell beállni, hogyan kell a mikrofonba énekelni, hogyan kell a fülmonitort kezelni, mert hogy ezt igazából nem nagyon tanítják, és ezt nagyon szerettem volna.
De hát nyilván most ugye így, hogy nincs nagyon koncert, meg ilyen nehéz ezt körülmények vannak. Ezt régen úgy hívták, hogy gyakorlati oktatás. Igen. Tulajdonképpen. Lehetséges, én csak szerettem volna őket így ebbe a világba elvinni egy kicsit. Úgyhogy remélem, hogy idén majd erre lesz lehetőség, hogyha úgy van. Most a nyáron volt egy felvétel egy tévében, és akkor oda már elvittem egy diákomat vokálozni két-két számba. Úgyhogy ezt szeretném folytatni. Valami ilyesmiket tervezek, hogy nyilván minél gyakorlatilasabban tudjam tanítani azt, hogy ez a szakma milyen. Én nekem ez a tervem. Most egy komolyat fogok kérdezni, nem szeretnék ilyen borús jövőképet fölvázolni, de mit mondasz a diákodnak, amikor oda megy hozzád és megkérdezi, hogy Reni, hogy sikerült, vagy tanárnő, hogy sikerült a szezon, és őt buzdítani, bíztatni kell arra, hogy bár koronavírus problémákkal küzdünk, bár 500 főig lehet koncerteket, bár hogy az állam most nagyon komolyan beleavatkozik ebbe a kérdésbe, és megoldásokat keres erre az ügyre, hogy tudod mégis motiválni a diákot, aki viszont tele van tűzzel, csak hát sajnos most problémákkal találja szembe magát? Hát tulajdonképpen úgy, ahogy magamat is motiválom, tehát hogy én tényleg ez a, ahol Isten becsuk egy ablakot, kit egy ajtót, vagy hogy van ez fordítva a mondás is pontosan? Jó, de teljesen fordítva. Mindegy. Teljesen. Hogy én mindig próbálok a megoldást találni a problémára. Most nyilván alkalmazkodni kell a helyzethez, és az, hogy most ilyen sok időnk maradt a nyáron, így rengeteget tudtunk foglalkozni az új dalokkal, át tudtuk jobban gondolni a klippeket, fel tudtunk rá készülni sokkal jobban, tudjuk tervezgetni így a, nem tudom, bármilyen menedzsment részét a dolognak, úgyhogy azzal vidítanám őket, hogy mindig van mit csinálni, tehát hogy nyilván, hogyha ha így nem, akkor keresnék egy olyan utat, amiben tudsz érvényesülni. Amikor elkezdtük ezt a beszélgetést, azt mondtam, hogy közel 24 millióan néztek meg benneteket a YouTube-on. Lehet az élő koncertek és a koncertezést kiváltani mondjuk az online megoldásokra, szerinted? Az az igazság, hogy nyilván valamilyen szinten kiváltja ez a dolog, de hogy azt az érzést, amit a színpadon állva megtapasztalunk, azt nem nagyon tudja átadni. Tehát most nekünk volt online koncertünk a saját zenekaromban Nenével, és az, amikor véget ér egy szám, és nincs taps, vagy nincs visszajelzés, akkor az annyira rossz érzés volt nekem legalábbis, most én per egyben beszélek, szerintem a többieknek is, hogy az ilyen fura érzés és szokatlan, mert még mondjuk egy tévéműsorban is mondjuk általában van közönség, ahol mondjuk zenélünk, és ott is van egy pár, nem tudom, 110 ember, aki valamilyen reakciót ad. De így, hogy tényleg három operatőr van ott, meg mondjuk egy hangtechnikus, és akkor fura az egész, tehát mi abból építkezünk, hogy engem akkor rász ki a koncerten a hideg, hogyha érzem a közönségnek a jelenlétét. Ezt nem tudja kiváltani egy online koncert. Hát igen, ez egy óriási kérdés, és a televízió nézők is szerintem ezzel körülbelül most már tisztában vannak, ha csak az online oktatás kérdésére gondolunk, hogy az online nem váltja ki a fizikai valóságot. Megint visszautalnék egy adáson kívüli beszélgetésre, hogy azt mondtam, hogy a kislányom életében, meg a gyerekek életében például egy vákum keletkezhet, hogyha egyszerűen nem találkoznak a fizikai valósággal a zenében, most mi elsősorban a zenéről beszélünk. Viszont a Gorziumban azért a fizikai valóság formájában összefuthatnak a zenével. Te magad mit üzensz innen most a diákoknak, ha figyelnek bennünket? Mire készüljenek, és mik lesznek az első lépések? Hát nyilván, hogy telt a nyár című kérdéseket követően. Igen, bár mondtam egyébként a diákjaimnak még az iskola végén, hogy mindenki énekeljen nyáron, hogy ne lustuljanak el a hangszálak. Biztos vagy benne, hogy ezt nem sokan tartották úgy, ahogy kéne, tehát biztos, hogy a rádióval énekelték a kedvenc lágereket, de hogy magát a hangképzést azt nem gyakorolták, ma biztos vagyok. De nyilván ezt a picikét felremítjük, ezt a dolgot. Én azt mondanám, hogy készüljenek olyan dalokkal, amiket szeretnének énekelni, gyűjtsenek össze olyan számokat, amik mondjuk nehézséget okoznak, és akkor megnézhetjük együtt, hogy hogyan lehet szépen, nem tudom, megoldani a problémákat. Gondolkodjanak zenekarban, hogy mit hogyan lehet csinálni, akár próbálkozzanak mindig saját számon, ezt mindig, tehát hogy korán kell kezdeni szerintem. Ezt a, hogyha valakinek van affinitása ahhoz, hogy saját számot írjon, akkor el kell kezdeni, és kell próbálkozni, mert rengeteg tapasztalás kell ahhoz szerintem, hogy
majd egyszer egy jó zenét tud írni. Úgyhogy én ezeket mondanám így elsősorban. Ennek a műsornak a második felében majd Esze Tamással, kedves kollégáddal és remek gitárossal beszélgetünk, tőle is megkérdezem majd, hogy ő maga hogy készül, és hogy mivel fenyegeti a diákságot a Gorzium suli kapcsán. Reni, az iskolán túl, tehát a sulin túl, hogy készülsz egyébként az őszi szezonra? Vagy lehet-e készülni ebben az időszakban, tervezni a jövőt? Az az igazság, hogy mi úgy vagyunk a most az őszi szezonnal, mint ahogy voltunk a nyárra, hogy egyik dátum sem biztos, nyilván úgy készülünk, hogy lesz, amennyiben nem lesz, akkor szomorkozunk egy kicsit, amennyiben lesz, akkor nagyon örülünk, úgyhogy mi így készülünk az őszi szezonra is, én legalábbis biztosan, hogy ami nekem dátum be van írva, én arra szorítok, meg imádkozom, hogy meglegyen, és hogy ne legyen semmilyen második hullám, meg most már gyógyuljunk meg legyünk jól, és legyen minden olyan, mint volt, mert már hiányzik. Legyen minden úgy, ahogy volt, kedves televíziónézők. Folytatjuk tovább pillanatokon belül ezt a beszélgetést. Annyi, hogy egy beszélgető partnert váltok majd. Reninek nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, hogy tudtunk beszélgetni. És akkor innentől kezdve nem csak énekzenetanár, vagy énektanárként, hanem osztályfőnökként is búcsúzom tőled. A gyerekek pedig szerintem azért várják veled ezt a találkozót. Azért ez egy nagy dolog, hogy egy olyan emberrel, aki most tényleg a Kis György kollégámmal beszélgettünk, ugye mondjuk a top 40 kategóriából érkező remek énekesről van szó, és a gyerekek pedig megérkeznek, és tőled tanulhatnak az isibe. Ez nagy dolog, és ráadásul osztályfőnökként is, szóval summázva ezt a körmondatot a végén, még egyszer, Reni, köszönöm neked. A televízió nézőket pedig biztatom, maradjanak velünk, hiszen most zenélünk, Reni énekel egy remek dalt. Szerintem menjünk el a 66-os útra, mit szólsz hozzá. Legyen a Route 66 című dal, utána pedig Esze Tamással beszélgetünk. Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is. If you ever plan to move to west, take my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. In white, from Chicago to LA. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Now you've gone through St. Louis and Joplin, Missouri, and Oklahoma cities. By the pretty you see, El Rito. Got up New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget me, no, not Kingman, Boston, Tom, then I didn't want you get hip to this timely tip. In it, that I got for your dream. I got your kicks on Route 66. Thank you.
Mexico. Flex that face on her, don't forget me, no, no. Give me a bust of song that I didn't want you. Get him to this time with you. Just say that I got a phone in the dream. I get your kicks on Route 66. Oh, I get your kicks on Route 66. Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is. Folytatjuk tovább, kedves televízió nézők, hölgyeim és uraim, Hangvilla című magazin műsorunkat. Az előbb Orsovai Renivel beszélgettünk, és láthattunk is egy dalt, amiben énekelt, illetőleg ebben a dalban, amit az előbb lejátszottunk önöknek, gitározott Esze Tamás, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök újfent a stúdióban. Szervusz, szia Tamás! Szia, szia, köszöntelek én is, és a tévénézőket is. Azért mondom, hogy újfent, mert Reni esetében is szóba tettem és szóba hoztam, hogy hát visszatérő vendégként érkeztek hozzánk a Gorzion Művészeti Iskolából. Nem véletlenül, hiszen ha úgy tetszik, akkor rátok van építve, a Művészeti Iskola művész tanáraira építjük ezeket a beszélgetéseket. Most pedig egyértelműen is direkt az iskoláról szeretnék veled beszélni. Reni kapcsán, vagy Renivel kapcsolatban is ugye fölmerült a kérdés, hogy telt a nyár ebben az igen nehéz időszakban, amikor azért valljuk be, megszenvedjük, zenész emberek, színpadi produkciók, és mindenki, aki az előadó művészetben tevékenykedik. Hát megszenvedjük ezt a nehéz időszakot, te hogy élted meg a nyarat? Tulajdonképpen vegyes érzelmekkel, igazából persze anyagilag azért teljesen lesújtó volt ez az utóbbi időszak, de nagyon nagy szerencsémre ugye olyan decemberem volt, meg olyan februárom, hogy ugye én teljesen jól átvészeltem szerencsére ezt az időszakot, tehát tudtam olyan tartalékokat képezni, amivel ezt sikerült túlélni. És rendkívül nagy örömmel töltött el abból a szempontból, hogy kevés éjszakázás volt, kevés utazás, és rengeteg időt tudtam a családdal, a kisfiammal tölteni, játszottunk, játszótérre mentünk, minden, szóval most bepótoltuk azokat a dolgokat, amiket sajnos a rengeteg rendezvény és az utazás miatt nem tudunk véghez vinni az űrösebb időszakokban. Láttalak most egy színházi produkcióban, említettem is neked itt az adás szünetében, hogy hát nagyon szép jelmezben, nagy gyönyörű szép ezüst csillogó mellényben. Ez egy nagyon jó pofa darab volt, úgy néztem. Nagyon jó, ez egy vadonatúj színdarab, az a cím, hogy a szerelem nem szégyen. Domoszlai Sándor és Vörös Edit írta a darabot, és most volt a premier. Persze, hát előbb lett volna, ugye, csak a tavasz időszakban nem tudtuk ezt megcsinálni. Most viszont elég dübörög megint, úgyhogy új életre kell, és rengeteg érdeklődés van, és borzalmas nagy igény van rá, úgyhogy reméljük a legjobbakat, hogy minden tovább tudjuk ezt csinálni. Na hát én azt kívánom, hogy ebből jó sokat sikerüljön, jó sok darabot sikerüljön végigjátszanotok, és nagyon reméljük, hogy a szeptember kapcsán majd nem a Covid második hullámáról beszélgetünk, hanem például az iskoláról. Az iskoláról, ami most már itt van a nyakunkon, és tudjuk nagyon jól, hogy egy fontos program a családok életében is, indul a gyerek, megy az isibe. Megérkeznek hozzátok is nem sokára majd a tanítványok, hogy Reni kapcsán is mondtam, Reninek is mondtam, kinyílik a Gorzion Művészeti Iskola kapuja és várja a diákokat. Na, hogy készültök? A gitárosokat hogy fogadjátok, hogy várjátok? Hát először is én tavalyi évben kezdtem el egy olyan metódust kidolgozni, hogy ilyen féléves, negyedéves, féléves projekteket indítok a gyerekekkel. Hol technikafejlesztő projekt, hol mondjuk egy improvizációs gyakorlat, és az elég nagy időintervallumot felölel, és szépen lépcsőfokokat lehet venni. Adom nekik az anyagot, videóanyag, kottaanyag, persze minden digitálisan, ugye, hogy a papír felhasználást csökkentsük, és ezzel egyedül is tudnak némi instrukciókkal ugye bíbelődni otthon, és mindenkit úgy eresztettem szélnek ugye a karanténos időszak után,
hogy a nyári gyakorlás az borzasztó fontos, tehát a zenetanulás az nem olyan, hogy szakaszokban gyakorlok, és akkor utána 3 hónapra elfelejtem, hanem az folyamatosan megállás nélkül gyakorolni kell, mert nagyon ki lehet esni, pláne ugye technikailag a hangszerkezelésből. Úgyhogy mindenkit így bocsájtottam útjára, a nyári szünetre. Szerencsére ebben az online oktatásban az én oktatási tematikám nem sérült, mert nagyon jó véghez tudtam vinni azokat a dolgokat, hála a technikai adottságoknak, amiket szerettem volna egész évben velük megcsinálni, és szépen gyakoroltak, nagyon sokat fejlődtek egyébként. Alapfokos koncertünket sajnos nem tudtuk megtartani, de helyette egy ilyen jópofa kis videó vizsgát csináltam, összevágtam, és egymást tudták hallgatni. Úgyhogy most érdeklődéssel várom majd szeptemberben, hogy nyáron mit sikerült nekik gyakorolni, illetve betartották-e azokat az instrukciókat, amiket mondtam nekik év vége felé, és természetesen várom az elsős zenészeket is. A felvételin nagyon ígéretes tehetségek is voltak, különösen gitár fronton is, meg zongora, ének, szóval most szerencsére egy jó évnek nézünk elébe. Igazából a nyári szünet az nekünk mindig egy kicsit ilyen munkával eltelő időszak, hogy így fogalmazzak, mert ugye egy egész friss, újonnan vásárolt épületben vagyunk, gyönyörű kétszintes épület, de azért van mindig vele munka, és mi a tanári kar azon része, akik egy kicsit a sajátjának érzi az iskolát és az épületet, mi folyamatosan ugye csinosítgatjuk, dolgozunk rajta, hogy minél megfelelőbb környezetet tudjunk teremteni a gyerekeknek is, meg magunknak is. Egy standard, tehát nem egy művészeti, egy zeneművészeti iskolába, hogyha diákok megérkeznek, akkor a tanárok az első napokban felmérő, tehát ilyen szintfelmérőket iratnak velük, kiderítvén azt, hogy milyen szintre estek vissza a nyári szünetben. Ez hogy működik egy a gitároktatásban? Most maradjunk ugye kimondottan a te példádnál, tehát megérkeznek a gyerekek, és akkor na, mindenki fogja meg a gitárját, és már látod, aki úgy fogja meg, hogy hajaj, ott akkor az valószínű, hogy nem gyakorolt nyáron. Szóval, tehát ez nálatok hogy működik? Hát egyenként mindenkit? Az ilyen komolyabb művészeti iskolákban a zenetanítás az egy komplex összetett folyamat. Tehát tanulnak zeneelméletet, aztán van ugye a hangszeren technikai ismeret, van zeneelméleti ismeret áthelyezve a hangszerre, meg kell tanulni kottát olvasni, és hát aztán utána az improvizációba csúcsosodik ki minden addig tanult tantárgy, és ezeket az ismeretanyagokat így összefésülve, akkor az improvizációba lehet felhasználni ezeket a dolgokat. Úgyhogy nálunk úgy indul, hogy amúgy is nagyon sok ilyen szabad improvizációs játék van. Mondjuk elindítok egy alapot, vagy egy dobritmust, vagy akár én egy kíséretet, és akkor elkezdünk hagyományos értelemben egy blues-t játszani. Hát mi mást ugye azzal, ugye a jazz tanulás és a könnyű zene minden iránya gyakorlatilag a blues zenéből származik, úgyhogy abból már nagyon sok mindent le lehet szűrni, és igazából az annyira közel áll hozzájuk, hogy gyakorlatilag ezeket a pentaton skálákat, ezeket nagyon jó élvezettel játsszák, mert nem nagyon lehet benne rossz hangot játszani, ami úgy feltűnik, és élvezeti értéke viszont nagy, még alapszinten is lehet jól játszani, és akkor a blues játékból már azért sok minden kiderült, tehát ott azért a technika, a dallamképzés, ilyesmi, szóval abból nagyon sok mindent le tudok szűrni szeptemberben, és akkor utána nyilván kezdődik a kottolvasás, ami egy kicsit ugye veszélyesebb terület. Viszed tovább az osztályodat, vagy újak is érkeznek hozzád? Nem, nekem tavaly 9-es osztályom lett, úgyhogy őket természetesen viszem tovább. Hát az osztályközösség szempontjából sajnos egy kicsit ugye rontott a morálom, meg így az összetartó erőn ez az online tanítás. Remélem, hogy ott tudjuk folytatni, ahol abba hagytuk, illetve még jobb lesz. Észreveszed, amikor a gyerekek ellustázták a nyarat, és mondjuk megjönnek, és úgy fogja meg a gitárt, hogy persze. Hát azt az első pár hangból lehet látni, hogy most valaki tényleg színvonalasan gyakorolt-e, vagy pedig a kezébe se vette a hangszert, és pláne olyan dolgoknál lehet ezt észrevenni, ami mondjuk konkrét teljesítendő feladat, tehát mondjuk egy kotta példa leolvasása, vagy mondjuk egy technikai feladat játéka, ugye, és ebből észre lehet venni. A kedves diákok, ha néztek bennünket, ha itt vagytok velünk
gitáros növendékek, akkor most már elő a gitárokkal, a pengetőkkel, az erősítőkkel. Jut eszembe, hogyha valaki most áll az utolsó napokban neki gyakorolni, elég? Elégnek semmi nem elég, mert gyakorlásból sosem elég, tehát az napi 8-10 órában lehetne csinálni, mert nekem is ugyanúgy rám is vonatkozik, tehát gyakorlásból sosem elég, de egy hónap alatt azért nagyon-nagyon sokat lehet fejleszteni a dolgon, pláne hogy azért ez a tudás azért nem kopik el teljesen nullára, úgyhogy vissza lehet fejleszteni a dolgokat, gyakorolni és gyakorolni. Na hát ehhez kívánunk kitartást a növendékeknek, de gyakorol-e a művésztanár a nyár folyamán? Hát ugye megbeszéltük, hogy játszottál, amennyit tudtál, és amennyi lehetőség volt, de van-e idő gyakorolni neked? Hát sajnos nincs annyi idő, amennyit szeretnék. Pláne, hogy ugye, ha igazán a szívemben nézek, és leülnék gyakorolni, akkor nem azokat gyakorolnám, amiket általában játszom. Uh-huh. Tehát nagyon szívesen annyi minden dolog van, amit szeretnék, szólókat elemezni, kigyakorolni, újfajta stílusokat, újfajta hangszínt csinálni mondjuk a gitárra, de sajnos hát erre van a legkevesebb időm. De igazából mióta a családom van és kisfiam, azóta ezt sem bánom, mert inkább leülök több vele autózni, és sajnos ez azért háttérbe szorul. Tamás, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Hát akkor mondjuk úgy, és ezt nagy szeretettel mondhatom, hogy várjuk együtt a növendékeket, hiszen így vagy úgy én is most már a csapathoz tartozom, a szívem tekintetében már nagyon régóta. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm neked ezt a mai beszélgetést. Köszönöm. A kedves televízió nézőknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, köszönjük, hogy itt voltak velünk, hogy néztek bennünket, tegyék ezt pontosan egy hét múlva is, illetve ne feledjék el az ismétlésekben is, hívjuk Önöket. További jó televíziózást, viszontlátásra! A műsor fő támogatója a Gorzium Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium, Székesfehérvár, Farkasvermi út 40, www.gorziumiskola.hu.